Hoppá, na! Üdvözletem, az én nevem Kenta, ez pedig itt a LEGO Star Wars Turbo Clone Tank összeépítésének másik videója lesz, remélem jól mondtam a címet, de mindegy is. Úgyis, tudjátok, miről van szó, na! Ugyebár a legutóbbi videóban ott hagytuk abba, hogy a hármas csomagot végeztük ki, most folytatni fogjuk a négyes csomaggal. Na! És kellene fognak ezek a keretek is. Hát azt szerintem már ki is lehet bontani. Itt van itt ilyen szaggatásmenet. Ó, de a többi miért nincsen ilyen? Nem mindegy. Ez biztos, hogy 10 kerék? Ez olyan sokkal többnek látszik. De teljesen mindegy nekem. Na. Lehet, hogy a kamera most nem úgy van beállítva, mint az előbb, de mindegy. Mert úgy néztem, hogy kicsit közelebb volt. Na, ez 2, 4, 6, ez pedig 10. Ez egy 10 kerék. Ilyenfajta nagy kerék, hoppá. Szétszorodott a pótalkatrész, de nem baj. Ilyen nagy kerék nekem még sose nem volt Legóba. Nem tudom, hogy kinek volt, de ilyen nekem sose volt. Na, négyes csomag következik. Ez most valamilyen kisebbnek tűnik, mint az előzőek. Na, mindegy. Úgy. Ezt a pótalkatrész tömeget meg ezt így ide félretesszük, és lássuk csak, van benne, kicsikét igazodok, van benne egy Jedi is. Mindjárt összepasztítjuk, csak még ezt a kis csomagot is így ide kiszórom. Hát ebben aztán sok a LEGO technik. Na, lássuk akkor. Ó, hát ennek ilyen két arca van. És azt nézem, hogy ennek a LEGO emberkének már tényleg ilyen emberbőr színe van, és nem olyan, mint hogyha a Simpson családból szedték volna ki őket. Mert azok is olyan sárgának tűntek. Tehát, hogy most ez vagy azért, hogy a kínai nép is érvényesüljön, vagy egyszerűen csak így tartották különlegesnek a LEGO emberkéket, hát én ezt nem tudom, na mindegy. Na, pattintjuk is így össze. Kimaradt valami? Nem. Csak a fénykard vagy lézerkard, ahogy tetszik, az kéne még össze dugni. És ahogy jól látom, akkor így. És hát meg is vagyunk. Ilyen normális kinézetű LEGO emberként nekem sose volt. Itt úgy, hogy értitek, hogy ilyen ember kinézete van, na, nem jut eszembe. Akkor azt mondja. Ott folytatjuk a dolgokat, hogy... elnézést. Megfordítjuk, mivel hogy 4 ilyet kéne rászerelni. Erre a részre. Uh-huh. Nem olyan könnyen megy föl az a nagy helyzet. Megpróbálok valahogy gyorsan dolgozni, mert van még nekem más dolgom is. Úgy. Nem dőlünk el. Jó, következő. Azt mondja, hogy mi kéne nekem? Olyan alkatrész hol van? Várjátok, hogy hogy is kéne? Biztos, hogy 4-et. Ja, igen, mert csak így tud érvényesülni az egész. Itt is van. Úgy. És akkor ezt ide beledugni. Aztán meg így ráhelyezni erre a valamire. Úgy. És akkor még ezt a másik oldal is meg kell csinálni. Hol van ez a két alkatrész? Na, nézve nem akar bele menni, de majd mindjárt megoldom. Ezeknek megvan. Szóval, hogy melyik rész hova mehet, csak hogy hoppá,
Itt jön az, hogy mindjárt mondjátok, hogy a kerék az még ráért volna, hogy kibontsam. Nem baj. Így ezt rá kell helyezni. Úgy, aztán meg két ilyen hosszú kéne. Nem hosszú. Hát ilyen hosszú. És egyik az így jön ide, a másik pedig az így jön ide. És akkor most még következik. Még kettőt ide rá kéne szerelni. Ide. Mondom pont azért, hogy a most ráhelyezett alkatrész ne essen le. Mert az aztán tényleg elég könnyen lejön, ahogy elnézem. Úgy. És akkor most innen. Jó! Hogy... Ja igen, már látom, hogy kell. És akkor Jézusom, hogy ebből így négyet kéne így összedugaszolni. Hát... Menten megőrülök, de nyugalom van, megoldjuk. Úgy. És akkor még ezt a két bütyköt még ide rárakjuk, és akkor ebből kéne így négyet így össze csomózni. Jó, jó helyre rakom, jó helyre rakom, jól néztem. Csak nem akar. Nem akar belemenni, értitek? De megvan. Aztán még egyszer kéne egy ilyen. Aztán egy ilyen. Két ilyen. Kettő ez, és egy kettő ilyen. Akkor az meg hova megy? Pontosan, ja, hogy az meg ide jön. Csak nem nagyon akar belepattanni a nagy helyzet. De megoldottuk. Na és akkor még kétszer kell ilyeneket össze dugni, legalábbis összeszerelni, pontosabban. Úgy. Meg gondolom ezek lesznek a lábak. Csak hogy ezek, csak hogy ezen hogy fog kinézni? Azt nem értem. De gondolom, ti se. Meg mi se. Mi se. Na, valami témát azért tényleg mondani kéne. Hallottam olyanról, nem is, hogy hallottam, amikor elmentem megnézni a Lego Batman-t, akkor bejelentették, hogy... Szóval láttam egy előzetest a Lego Ninja Go-ról, hogy lesz annak is egy mozifilmje. Azt is meg akarom nézni, bár a... Szerintem annak a... Ninja Go-nak nem lesz annyi köze az a Ninja Go-hoz, na bele is ment, amelyet még én néztem meg annó. Mert hát a lényeg az, hogy nem lesz olyan biztos milyen, hogy ez sima Lego lesz, tehát ugye simán a Lego készítette el. Jó, a Ninja Go-t is a Lego készítette el, de hát ez úgymond egy paródia műsor, az meg egy rendes ilyen mi az rajzfilmsorozatnak lett beállítva. Rajzfilmsorozatnak az távol áll, hogy az rajzfilm lenne, de hogy rendes ilyen animációs sorozatnak lett beállítva. Na, ez gyorsan bement. Oké, na.
És akkor hú, most jönnek a kerekek. Jó. Szóval, hogy kéne csinálni? Azt mondja, kell egy ilyen. És akkor ezt kell így négyszer csinálni. Legalább szimmetrikus? Hogy nézem meg? Szerintem igen. Akkor ebből kell így négyet így összepattintani, közben mert haladjak is, azért gyorsan így összepattintom a kerekeket. Na szóval, azt mondjuk, hogy egyszer kell egy ilyen, aztán ide egy ilyen, aztán rá egy ilyen. Nem is mozog ki, hogy lehet. De mindegy, mindjárt elvágyik, és akkor még ezt a ez így ide. Na. Közben azért haladok, hogy ne kelljen így egyenként még egyszer külön megcsinálni. Ezt akkor így ide valadjuk. És akkor ez is így kész van. Ez is. Szóval mindjárt már olyan rutinból fogom ezt nyomni, hogy már rögesmésen hozzá vagyok szokva, hozzá leszek szokva ahhoz, hogy ezt kéne még megcsinálni. Na várjatok, most elrontottam picikét. Már úgy akarom, hogy itt ez a mélyedés legyen az alján. Nem tudom miért, de na. Úgy. És akkor még egyszer. Úgy kell. Még egy ilyen. Aztán ezt is így rájöttük a negyedikre. És tulajdonképpen ezzel meg is vagyunk. Na, következő. Ez már fordítva lesz. Na, akkor azt mondja, hogy tényleg itt kellett volna találnom valami témát, de egyszerűen nincs témám. Vagy megfélebb azt tehet? Nem, azt inkább nem. Az nem itt a tartozik lehet. És akkor ez így ennyi. Csak nem nagyon megy be az alkatrész. Attól félek, hogy én is úgy fogok egyszer járni, mint Bálna, hogy rakja, próbálja egy összepattintani a két alkatrészt, és egyszerűen nem tudja, vagy nem is azt, hogy nem tudja, de próbálja összepattintani a két alkatrészt, és az lesz a vége, hogy szétesik az, nem is szétesik, eltörik az egész úgy, ahogy van, mert egyszerűen annyira kamu az egész, tehát hogy annyira minősíthetetlen egy LEGO utánzatból van, hogy darabokra esik szét az egész. És hát igen, egy ilyen fajta játéknál nem szabadna ilyen könnyen törékenynek lennie, akkor csak nehezen összepattinthatónak. Mondom, hogy ezt már lassan rutinból fogom nyomni, csak igen, itt a baj, az összeillesztés nem megy olyan jól, illetve gyorsan, ahogyan én azt elképzelem. De azért megy. Ajjaj, itt van. Már megértem, hogy nincs meg a utolsó, de itt volt. Na, szépen ezt is így össze. Pattintsuk. És már is kész. Na, kerék, hogy néz ki? Jó. Ez könnyűnek látszik. Így ezt rá. És így ezt rá, és akkor
Így ennyi. Hát ez nagyon izé. Gyorsan összeáll a kerék. Így egyszerűen így beledugja az ember és áll is kész van vele. Hát mindegy, hogyha nem esik olyan könnyen szét, akkor engem nem zavar, de mondjuk valami nagyobb alkatrészt is kitártak volna, amellyel úgy jobban, stabilabbá össze tudják rakni ezt a modellt, de majd így is úgy láttam, hogy stabilan áll, de hogy mennyire stabil, az majd még kiderül. Na, és akkor az a 4-es csomag, ez így gyorsan ki is fogyott, legalábbis, hogy fogyott volna, úgy. A legtöbb ember azt mondja, hogy amit mások csinálnak, az gyerekes, legalábbis, hogy most én így végig gondolva, amit én csinálok, ez eléggé gyerekes, nem? De figyeljetek, hát más is rak össze legót, és hány olyan fajta videót is láttam már különben YouTube-on, most csak úgy mondom, hogy így, hogy így a kedvencek között, nem is hogy kedvencek között, hanem hogy úgy a nagy nézettségű videók között is voltak önök, akik így legókat raktak össze. Na és akkor hát meg is vagyunk, megvan a 4 kerék. Na, és akkor hogyan is kell? Hogy úgy kéne, hogy így álljon. És akkor ez, és akkor az van rájva, hogy akkor a terepviszonyokhoz lesz képes, a terepviszonyokhoz képes lesz alkalmazkodni. Hát biztos, hogy tud is alkalmazkodni. De azt majd meglátjuk. Na, akkor még ezt így ide, és akkor kéne ezt a két kereket így ráéleszteni, és jó. És akkor már is rárakjuk az utolsó kereket, és hát akkor viszonylag ez így ennyi is volna. Na, akkor megfordítjuk, és már is kész van. És akkor ez így, hát ja, igen, így mutatja is, hogy így ennek így mozogni a kéne, ja, akkor a rugó miatt így döröngél is, jobbra-balra, gurul is, na, haladunk, haladunk. Csak hogy ez, hogy fogom még tudni ráéleszteni, az a nagy kérdés. Na, mert hogy valamit én elnéztem, várjatok, visszamegyek a picikért. Aha! Ja, már látom, mi a baj. Ezeket a vöröseket így kéne csinálni úgy, hogy rápattanjanak. Ezt néztem el az előbb. Tehát, hogy itt ezeket a vöröseket így rá kell vigyeszteni, és akkor úgy marad meg. Jó. Aha, szóval. Jó, rendben van. Oké, ezt így ki kéne húzni, mert azt mutatja, hogy ezt ki kéne húzni. Ja, szóval ezt a vöröseket így rá kell dugaszolni, és hát ja, már kezd formát ölteni ez a kis tank, de még nincs kész. Na, csak azt mondja, hogy az ötös csomag, amivel ismét találhatunk
majd egy emberkét meg át. És ebben még egy rádikó is van. Na, ez így már... Tök jó. Elnézést. Na. Ú, ebben már két zacskó van. No. Már még két ilyen mini zacskó. Ilyen érdekes. Húha. Na hát ebben is aztán van annyi aprólék, mint a brassóiban. Na. De miért van külön az embernek a feje a testétől? Na, mint hogy egy ilyen szinten. Hát én ezt nem értem. Na, mindegy. Na, oké. Okay. Pattítjuk is össze a kis emberkénket. Úgy mi. Ennek viszont már csak egy arca van. És rámegy a sicsak pisztolya kézbe. Meg egy távcső. Ami nincs meg. Itt van. Na, és akkor ez az emberke is megvan. Ide lerakom a Jedi mellé. Még azt nem is néztem meg, hogy ez ki ez a Jedi, mert úgy néz ki, mint Qui-Gon Jinn. Quinlan Vos, úgy kell ejteni? Vagy az itt Sinon? Nem, az biztos, hogy V. Ez meg Greek Clone Commander, tehát ez valami parancsnok lehet. Parancsnok Kree, milyen érdekes neve van. Na, azt mondja, mi kéne nekünk? Ilyen kéne, és arra rápottintani szürkéket, ilyen, nem tudom, el is mi akar lenni, ez valami fogós dolognak tűnik. És akkor ebből kéne csinálni ide két ilyen ajtót. Ja, hogy ez ilyen ajtó lesz. Aha. Az úgy jó. De ilyen alkatrésen nagyon láttam régen. Az a baj, hogy csak egyfajta legót szerettem, a Star Wars-t. Meg a Bionicle-t is, mert azok voltak úgymond, amelyek megtetszeknek nekem, ilyen Lego City meg másfélék, már nem voltak az én kedvenceim. És akkor most izé ide kéne ezt így rászerelni. Na, és akkor ez így egy ajtó lett belőle tulajdonképpen, amit így le lehet nyitni. Nem tudom, mennyire lehet látni különben, lehet, hogy így kéne. Akkor a másik oldalt is van. Na, és akkor itt szépen ez is megvan. Na, ó, itt a láda. Tehát a ládába kell rakni hoppá. Mit csinált? Az mi? Ilyet. Jó van. Hát, ha te mondod... Csak nehéz ezt így... belebigyeszteni. Na, megvan. És akkor még két ilyen... és mit ilyen... kék valamit... kéne. Gondolom ez valami... bomba lehet, vagy én nem tudom mi. Rá a fedett, és ó, szóval, hogy ez így, így belemegy. Mármint, hogy, na, úgy. Én mutatom nektek, szóval, hogy itt ezt lenyitjuk, és így ide. Már nem tudok így jobban látom. És akkor így ide szépen belecsúsztatjuk, és lezárjuk az egészet. Á, úgy. Tökéletesen gurul. Na,
Most jön valami tetőtér, hogy ez hova megy. Ez lesz az az ajtó, értem. De meg milyen? Ez hányas elem? Ha jól láttam, ez egy 8-as. És nekem is egy 8-as kéne, jó? Úgy. Én kéne, meg egy ilyen, aztán egy én kéne. Mártok menet meg, elkavarodtam. Ilyet kéne, így ide. Na, és akkor majd megfordítjuk, és aha. Szóval, hogy ennek így kéne kinézni. Nem baj, így is jó. Na, kéne akkor két átlátszó ide. Közben meg hátul lehet hallani, hogy nézik a tévét nagyon. Az elnézést kérlek, de hát az el nem tudok itt most én mit csinálni. Na, hova kéne azt? És akkor két alkatrészt ide bele vigyázteni, meg lehet egy ide. Igen. Akkor ezt valahogy le lehet nyitni. Vagy ezt nem, mert ez úgy nézem, hogy ez hajlik. Szerintem ez nem nyílik, csak ide van így rakva. Jó, mindegy. A lényeg az az, hogy ez megvan, jött a következő. Még egy ilyen. Elnézést, hát kezd már elmenni a hangom, ez lehet hallani. Ennek így kéne lenni, aztán ide. Azért ne nagyon várjátok el tőlem például az, hogy én majd valahogy is fogok olyat csinálni. Ja, ez nagyon nagy. Nem ilyen nagy kell nekem, hanem csak ilyen kicsi. Csak úgy meresleg. Szóval azt kezdtem mondani, hogy azért ne nagyon várjátok el tőlem például az, hogy én ilyen bitang nagy mostumokat rakjak ki, mert mondom nekem ahhoz tetszés szerint fog eldönni, hogy én milyen legot fogok össze pattintani. És akkor ez is ide, és akkor még egy ilyen kéne rá. És akkor ez meg így ide rámegy erre a részlet, igaz? Hogy csináltam? Ja. Úgy csináltam, hát már kezd alakulni, kezd már tényleg formát ölteni. Ez a... Na, akkor kell egy ilyen form... Na, ilyen tetőelemet sem nagyon láttam, vagy ez nem biztos, hogy tetőelem, de ez is olyannak tűnik. Oké. Okay. Na, és akkor... Van egy sejtésem, hogy ez hova fog kerülni.
várjunk itt. Nem kéne valaminek lennie? De még egy ilyennek. Jó. Az jó. Kell egy ilyen, meg egy ilyen négyes. És akkor két ilyen végére. Van egy ilyen alkatrészt is. Ilyet se látni minden nap. Legalábbis én még ilyet nem láttam. Amit ide rárakok. És ezeket is így ide elhelyezném, hogyha rámenne. Na, úgy! És ez az alkatrész nem illeszkedik. Ja, de csak nehezen megy rá. Ja, igen, helyettem. És akkor ezt gondolom ilyen hátul lenyithatós lesz. Minden bizonyára. Ez így. Várjátok, ezt szimmetriába kéne hozni. Már úgy nézem, hogy ez nem szimmetrikus. Várjátok, itt valami baj van ezzel az oldallal. Ha lemaradt egy ilyen hármas alkatrész, jó, hogy észrevettem. Hát már itt van. Na és akkor most még egyszer hozzuk szimmetriába. Úgy. Akkor mondanom, hogy így kéne szimmetrikusnak lennie. Igen, és akkor ez az a hátsó kabin, vagy én nem tudom, tehát hogy itt is lehet majd beleülni nagyon. Na, és akkor hol tartottam? Igen, ez megvolt, ez az ajtó, és akkor én egy lövőtorony. Na, ilyen alkatrészsel se találkoztam minden nap. Na, kezd már ilyenkor elmenni a hangom, mi a túró. Oké, ez alkatrész. Ide megy. Na meg van egy ilyen érdekes alkatrész. Hol is van? Ilyen már biztos, hogy volt, de én még ilyet soha nem láttam. Nem, hogy ezt föl kell, haver. Föl kell rakni. Na megint egy összerakási terv azt mondja. Kell ide egy... Hoppá. Akkor mennyi? 6-ot. Azt a mindenit. 6 ilyen alkatrészt. Ez nem az. 6 ilyen alkatrészt kell így rárakni. Igen. És akkor még megint kapunk két ilyen leves cuccot. Hogy van? Tehát, hogy oké, na, hogy belepattintsam. Igen. Ilyenfajta lövős dologgal még nem találkoztam nagyon. De lehet, hogy csak azért, mert nem az az ember vagyok, aki ilyenekkel nyomta volna régen. Na. Úgyis akkor a tetejére meg ez. Úgy. És akkor ennek a és akkor ez így rámegy, és akkor ez így foroghat. És akkor ide is be lehetne rakni egy ilyen lövök is akármiket, de én most nem rakom bele, csak így rárakom a tetejére, és kész a hátsó rész.
akkor ezt így izé lehet így lenyitogatni. Jó van. Halad ez a turbó tank, ahogy elnézem. Hát mivel turbó. Értitek? Na, akkor kettő olyat kéne bepittyinteni. Hát azt ide, akkor a másik kettő mellé. Na, a következő. Akkor ez, el is valami tetőszerkezet lesz. Aha. Bocsánat, hogy kicsikét csalok, nem kéne, de... szeretném látni azt, hogy én pontosan mit építek. Na, és akkor kéne egy ilyen elmet árni, és akkor most jön ez a hosszú alkatrész. Akkor... Aha... Hova jön? Nem oda, nem teljesen föl, csak ide... Csak ide le. És akkor kéne még két ilyen... Legközelebb, mikor csinálni fogok videót, akkor majd készülni fogok témával. De szerintem írhatnátok ti is arról, hogy miről szóljon addig, amíg itt építek össze. Ó, és de már négy. Mit kéne raknom? Négy ilyet. Hova? Most, hát, na itt van, azt hittem, hogy már nincs több. És akkor két ilyennek ki kéne megegészítenem. És akkor ezen az alkatrészen meg pont rajta volt egy másik alkatrész, ami nem odaillik, de ettől függetlenül nagyon jó. És akkor... igen, ez ide hátra jön. Így. Na, és akkor most mi következik? Most az következik, kérem szépen, hogy kell egy ilyen, meg egy ilyen. Mi? Így azon át kell dugni? Aha, vágom. Tehát, hogy ezen itt át kell dugni, várjatok. Láttam egy számot rajta, és én azt úgy akarom. És úgy mutatja, hogy így. Aha, akkor így ide. Kell akkor a másik, hogy meglegyen a szimmetriája. És akkor hol van? És akkor még ez. És akkor ez így mit képvisel? Nem mutatja, mit képvisel? Ja, gondolom, hogy akkor ezt így lehet így izé fogni, és akkor így tologatni. Aha. Na várjunk, ez miért ez nincs a dobozán rajta? Én úgy láttam, hogy rajta van. Hát ki lehet húzni valóban, de azt nem mutatja, hogy lehet, hogy mire is funkcionál pontosabban ez az alkatrész, de mindegy, na. Következő. Na, kell akkor ez egy botkormány. Ide egy pálca. Érdekes volna, hogy itt bemegy a pálca. Meg még ide egy pálca, rá egy ilyen alkat, nézd, pontosan ez így, és akkor még egy ilyen. Na, következő képen pedig az, hogy ilyen alkatrészen láttam, hát rengeteg alkatrész, amit még nem láttam, de még szerintem egy csomó alkatrészt is kitalálhatnának például hozzá. Jó, és akkor ez így ide jön, és... szóval hogy ez így megy ide. Ja, és akkor ez lesz ilyen lövőtorony féleség. Hát, nem azért, de
Én ezt, hát azt, az, hogy néznek ki emberek most így őszintén, hogy is mutassam meg. Itt van az emberke, aki például ide föláll, és így irányítja. Hát ez valahogy nekem nem tetszik. Inkább az kellett volna, mint ennél is, hogy ilyen forgott talpra ráhelyezték volna egy ilyen ülő garnitúrát, tehát hogy így elhelyezkedik kényelmesen az emberke, és akkor azon így forog össze-vissza, nem azt, hogy most így a levegőbe szegénynek röpködnie kell, mint a madárnak, vagy mint aki jól érzi magát, miután elizétolt néhány füves cigit, már elnézést, de valami hasonlót akartam mondani. Na, következő dolog. Igen, ez így ide. Ezt így rá, fordítva kenta, és akkor az is van, ja itt. Ezt az alkatrészt így ide, és ja, hogy akkor ez így ide jön. Na, csak nem akar nagyon össze menni. Na, úgy. És akkor mit kéne nekem? Először is az, hogy ezt így ide bedugjuk, így ide, Reflektor Józsi. Még akkor rá egy, hogy mit? Ja, hogy ez is így. Van még egy irányító pult. Értem. Hoppá! Még egy irányító pult. Hogy is? Még ide egy irányító pult. Ez így rá, és akkor így. Aha. Ja, és akkor így izé. Ó, és akkor gondolom. Aha. Azért rá, mert ez a torony, és akkor így tud figyelni. Központ itt a őrszem, nem látok semmi különöset, vagy valami hasonlót mond, de mindegy. Szóval, hogy ez így ide jön. Oké. Még egy tetőszerkezet lesz, én úgy érzem. Elnézést. De ez már gondolom, ez ide jön. Mert gondolom, hogy ez ide jön, ez tudom, hogy hova fog jönni szerintem. Na, és akkor hol van? Ez az alkatrész. Ide jön. Ez így. Ajaj, Houston. Baj van? Nincs baj. Na most várjatok, itt valami turpisság van. Biztos, hogy... Valamit nem veszek észre, mert... Ez hogy? Mi, hogy így a levegőben? Nem, mert ez... Biztos, hogy nem. De... Akkor... Várjatok, akkor lehet, hogy én méreteztem el valamit. De nem, ennek így kéne lennie. Akkor... Most akkor ennek hogy? Na várjunk, mert itt baj van. Tehát ennek az elemnek így kéne lenni. Nem lehet, hogy valamit elrajzol? Nem. Nem rajzolhattak el. De itt valami nem jó. De várjuk, az biztos, hogy ez a két alkatrész ide rámegy. Az is biztos, hogy ide ez kéne. De várjunk, már látom, mi a baj. Már igen, én vagyok a hülye idézőjelben. Mert észrevettem, hogy mégiscsak én rontottam el, mert ezt a szürkét feljebb kellett volna tolni. És nem jól toltam föl. Na igen. Úgy. És gondolom, ez még így ide jön. Aztán még ez a
kettő így ide. Igen, és akkor most akkor mi? Igen, ez illeszkedik így ide. Nem ez kell, ez egy tartalékalkat rész úgymond, és akkor még két ilyen világító pöcökkel kell kiegészítenem. Jó, na várjuk ezt, hogy csináljuk. Ja, ezt ide. Na és akkor már csak egy dolog van hátra. Gondolom én. Még ezt a pár alkatrészt így rászereljük, megfordítjuk. És akkor meg egy csomó olyan alkatrészt, miért még nem láttam. Így rá. Így ezt ráéreztjük, és megvan a irányító központnak a teteje. Na és akkor ez már megint csak egy csomó alkatrész, ami ide jön, és akkor meg széjelsik a maszkom is. Na várjunk, ez nem jól lett megfeszítve. Ja, most jön az utolsó. A végső. Úgy érzem, hogy ebben is van egy emberke, ez egy Jerry. Csak nehéz kibontani. De igen, megoldom. Úgy, és akkor ez mi? Mi van ebben a dobozban? Ja, lehet, hogy nem így kellett volna. Jaj, hát ez a tradicionális Lego köpeny. Gondolom a Jerrynek lesz, mert akkor ez egy Jerry mester. Hát ha majd összeraktam, akkor megnézzük, hogy ki is ez pontosabban. Na. Szóval. Kedves Jerry, hogy vagyunk? Na, várjunk akkor a... Teljesen mindig különben kent, ahogy akkor rá. Jó, de úgy akarom, hogy rá van téve. Ennek is úgy mond két arca van, mint a kedves másik Jerry illetőnek. És hol a... itt a sicsapja. Na, és akkor meg is vagyunk vele. Hoppá, bocsánat, ez véletlen volt. És akkor van itt egy másik lézerkard, szerencsére tudom, hogy kell összerakni, így meg is van a másik Jerry is, és ő Luminara, hallottam már róla a Star Wars lázadokból, na, akkor azt mondja, hogy kell egy ilyen ide, akkor gondolom a másik irányba is kell majd, de az még nem most lesz. Na. Akkor most fekete vagy szürke, mert már én nem tudom. Nem tudok ezeken kiigazodni. Na. És akkor ez kell így középre. Két ilyen hosszú. Akkor kell egy ilyen, hát ez mekkora lap. Kell akkor két ilyen. Azt tudtam, hogy ilyen hosszú mirort fogok csinálni, de hogy ennyire hosszú, azt nem. Na, és akkor hogy is van? Így ez akkor kimarad. Akkor
Ha minden igaz, akkor ennek így kéne kinéznie. És szerintem igen. Na akkor fordítsuk meg az arányokat, hogy... Ja, így. Akkor azt kéne, hogy kéne ráhelyezni két ilyen hármast erre a részre, aztán két ilyen feketét. Na jó, szóval ilyen nagyfajta legókat én sose tudtam így összeszerelni, soha nem volt nekem lehetőségem arra, hogy ilyen nagy legókat így összeszereljek. Na, és akkor két ilyen kell, meg még egy ilyen. És akkor nézzük csak. Kettő ilyen kell nekem, amiben beledugoszolom. És közben meg kéne nézem, mert lehet, hogy azt a készet egy kicsikét félretolom. Nézzük csak. Meg kell nézem, hogy akkor most hogy is van, de hát, hogy itt ez a kéz alkatrész. Ja, mert hogy bejebb kéne. Jó. Tehát ezt bejebb kéne tolni. Ezt a kész alkatrészt ide kéne dugni. Akkor van egy másik. Ez nem készült el. Biztos, hogy ennek így kéne kinézni. Mert nagyon különös módon kevés megtalálom az alkatrészeket. Nem, itt van még egy csomó. Olyan. Akkor nem szóltam. Majd aztán én is úgy járok tényleg, mint bán, hogy eltörni azt a kamu megolkott részt. Jó helyre raktam ezt? Jó, ha... Jó helyre kellett, hogy rakjam. Oké. Igen. Kell egy ilyen fekete. Erre rárak, meg egy ilyen, és akkor hopszi. Két ilyen. Na, és akkor kéne rárak erre egy ilyet, és van egy ilyen. Van egy ilyen valami, nem tudom ez micsoda. Na, vissza a ülő pozícióba. Meg kell dugaszolni. Visszafele pedig kell kettő ilyen. Ez mi? Megint szétesik a maszkom, mi ez? Ne essél már szét, mindjárt égzünk. Mi ebben be lehet dugni, és el is lő. Ez hogy lő? Ja, hogy ezt meg kell bökni, csak erősebben, értem. Hát, jó van. Na. Elég érdekes legókkal találkozik itt az ember. Nem azt kell, hanem kéne, mennyi az idő. Hát igen, ezzel az építéssel jó el lehet lenni, ha úgy nézzük. De nem baj, én ráérni. Na várjátok, ezt hova kéne tenni. Valahogy így ide. Arrébb. És akkor így igen. És akkor mi van még hátra? Hol van egy olyan? Ja, itt a, mi a botkormány. Ezt így rá kell helyezni. Bele kell tenni egy ilyen fekete pálcikát. A
Neked a párcikára meg rá kéne rakni egy ilyet, tehát ez így hogy? Vagy ez így megmarad? Milyen érdekes, hogy ez így megmarad, és akkor két ilyet rá kell még szerelni. És hát tulajdonképpen ez kész, mehet is ide föl. Hova? Pontosan, ja, hogy ez a más, ez az oldalra, erre az oldalra kerül föl, értem. És hogy? Na, úgy írja, hogy az ennek bele kéne valahogy mennie. Csak az a baj, hogy nagyon akar belemenni. Lehet, hogy tényleg én ontottam el, és nem jó helyre pakoltam. Na várjátok, mindjárt visszanézem, akkor hogy... Hát de... Ennek így kéne lennie. Na várjunk, mindjárt megoldom. Aha, na, megvan, és akkor már is megvan az ajtónak az első része. Na, és akkor várjunk, nem is arra a helyre kellett volna dugni. Ja, nem is, másik irányba, elnéztem a rajzot, pedig most tényleg is sérteket látjátok, hogy most nem kap ott senki. Na. Akkor szépen itt nyitogatni lehet a turbótank ajtaját. Jó, és akkor ez mi? Gondolom, hogy ez mi lesz. Na. Oké. Na, igen. Csak egy idő után már azért ebbe elfárad az ember. Na. Ebbe a fogépítésbe. Nézést. De itt ilyen hosszú nincs nekem. Van? Ja. Nem, már megint ilyen nagyot vették el, de nem az nagy kell, hanem ilyen kicsi. Fordítsuk meg, és kell akkor ide. Egy. Ilyen, meg egy. Ilyen kéne. Ide. Na, és akkor még úgy vagyunk, hogy egyet ide. Ah, és akkor kell egy ilyen pár dolog. Ez ide jön. Kell akkor erre egy ilyen. Meg még akkor egy ilyen. Húha! Na, és akkor még kéne egy ilyen alkatrész. Ez van egy elképzelésem, ez hol fog kerülni? Na! Úgy. És akkor ez így hova kerül? Ja, hogy ide előre. Le. Tangnak a ezen részére. De ugye ez ide kerül. Aha, és akkor... Igen. És akkor ezt így lehet így nyitogatni kabint. Jó. Most fog következni a másik oldal. Aztán olyan szemét halom egyébként. Na, már mindjárt kész vagyunk. Csak még jönnek a másik felé.
itt a másik fele jön a tanknak. Azt mondja, nekem akkor egy ilyen, hoppá. Na, most elnézést, hogy megint ilyen csöndben voltam, de egy ilyen fajta legónak az összeépítéséhez azért hát nem az, hogy idő kell, de jó, minden benne van. Valami kimaradt. Igen, már látom, hogy mi. Így ennek a tetejére nem raktuk rá, és akkor 8, hát egy jött. Jó. Akkor... Jó, hogy akkor... Jó, hogy még ide hátúra is jön. Értem. Értem. Ezt mondjuk ezt sajnos nem láttátok, de ide kellett így rápattintani. És akkor így... Szépen már a tangnak az egyik fele megvan, most jön a másik fele. Na, azt mondja, akkor még ide kell rápattintani egyet ennek a részére. Na. Akkor most ez ide ilyen nagy alkatrész kéne nekem. Na. És akkor... így ezzel meg vagyok. És akkor... kéne így ide rárakni. Megint hol az a hosszú? Itt. Akkor, de ugye ezt jól raktam rá, mert hogy így elmegy a végéig. Ja, így elmegy a végéig. Na, akkor... Na, akkor... Mint fordítsunk egyet. Úgy, nem jó, szétesett ez a rész itt. Na. De azt is számolom, hogy jókat rakok-e rá, de biztos, hogy jót. És akkor kéne egy... Így akkor még ezt ide rárakjuk. Kell akkor még egy... Kell akkor ebből két ilyen. És akkor... Na. Ezt, hogy nem pattansz össze. Na, azért, és akkor megint az van, hogy ide egy fekete, egy ilyen viasz, vagy nem tudom én milyen színű, akkor ide is kéne egy, és akkor erre az oldalra megint jön rá, akkor az, hogy ezt ide lehelyezem, akkor
ilyen lövedéket. Lárakni. Igen. A kettő ide jön egy ilyennek a kíséretével. És akkor de sok mindent kell még itt csinálni. Pedig már tényleg nincsen sok hátra. És akkor ezt így rápattintom. Így. Hol az a csavaros Jóska? Mert az is. Így. Na. Kérem szépen. Itt persze, hogy azért, persze, hogy rámegy, mert hát ez egy lukas elem. Ha. Még ilyet? Lukas elem, értitek? És akkor úgy, és akkor ez a rész pedig úgy, és na várjátok, megpróbálom mutatni, hogy hogyan kéne. Szóval, hogy így rámenjen az alkat rész. Na várjátok, mert nem megy itt nagyon rá. Előbb is elakadtam, de aztán végül nem megoldottam. Megvan. Így. Rámegy így, és ez így fel is lehet csukni. Na, és akkor szóval megy, az megy ide hátra. Na, akkor mondja, hogy ez ugyanakkora. Igen, az ugyanakkora. Ez kell, ez. Igen, Kenta, ez kell. Kell akkor egy ilyen főlap. Akkor nem jó, kisebb kell, így megfordít, még ezt mondjuk hamarabb terveztem volna, ezt így megcsinálom amúgy, de mindegy. Majd úgy, hogy hamarabb kezdem ennek a legónak az építését, csak egy picit elcsúsztam a mai napon. Na várjunk itt, ami nem jó. Ez most már így, mert ennek így kéne kinéznie. Oké. Okay. És akkor még így ennek. Így, és akkor ez így. Ez is megvan. Jó, és akkor hova is megy ez? Ez ide megy. Hogy is? Ja, már mondjam, hogy ezt így kell tolni, és na várjátok, ezt így meg kéne csinálni úgy, hogy ez így ne legyen útba. És akkor hátul is megvan. Jó, és akkor hát csak ide előre kéne valamit össze dobni. Olyan kevés az alkat. És biztos, hogy így minden meg lesz. Hát de biztos kett a biztos. Hát na szóval, akkor mondja, hogy kell ez a hosszú, megint, és akkor így ez ide jön, így ide, ez hosszú, ez így, igen, aha, igen, nem ide akarom rakni, nem ide.
Jó. Akkor nézzük csak tovább. Két áttetsző, vagy átlátszó alkatrész az ide jön. Ide jön egy ilyen alkatrész, bár elég különös módon jön ide. Közben kéne két ilyen. Úgy. Ide le. És akkor még így ez. Rá. Meg még akkor egy ilyen ide jön. Úgy, és akkor na, és akkor ennek meg így ide. Bele ide törnie. Úgy. És akkor már meg is van a az eleje a kicsikének, vagy annyira mégse, valami. Valami. Nem kerek nálam. Szerintem itt valami el lehet méretezve. Nem. Mert azt nézem, hogy nem nincsen szimmetriában. De azt hiszem, hogy valahogy ez nincsen nálam szimmetriába. De miért nincs? Ja, már látom miért. Mert előbb is ennél előbb is itt lett elrontva. Ez az ajtó. Itt méreteztem el. Na most állítólag már szimmetriában kéne, hogy legyen. Igen. Pontosan. Na, és akkor a turbo tang már majd, hogy nem készen van. Már csak az eleje van hátra. Na, és akkor hivatalosan is elkészültem ezzel a monstrummal. Hármat kell ide ráhelyezni. Két ilyet. Úgy is van. Kettő ilyet. És még két ilyet. Na most akkor jó helyre rakom. Jó helyre ezt így. Akkor még ezt így ide, ezt ide fölülre, igen, két ilyen ide jön, megfordítjuk, és akkor még mi kéne, két ilyen ide jön, és akkor egy ilyen ide jön, mondjuk ezeket a lövőszöket nem raktam föl, de mindegy, és akkor kész. Picit itt lenyitjuk, hogy még ide beleférjek, és kész. Elkészültünk. És akkor megint itt egy csomó pótolkat, és na! Hát emberek! Igen, azokat rá lehet rakni, de lehet nőni. Ó, azt még össze lehet hajtani, azt mutatja, hogy ezt a kis izét még így be lehet valahogy rakni. Akkor gyere csak le, barátom. Tehát hogy is van? Tehát ezt le kell hajtani. Ezt akkor így föl. És akkor ezt így meg hátra.
És akkor valahogy így ide, megpróbálom mutatni nektek, jó legyen, hogy lehessen látni, hogy akkor így ide bele lehet dugni. Itt ide bele lehet rakni, rácsukjuk, és akkor mehet is a szállítás. Na, hát emberek úgy tűnik, hogy elkészültünk, de hát így néz ki a késztermék. És ahogy lehessen is látni a összes ízét, figurát, még föl is helyezem a dolgokat is, meg a gyeriket is erre a tankra. Az emberkét hátul nem fog nagyon látszani, de nem baj. Úgy. Hát akkor igen. Szóval elkészültem ezzel, emberek. Nos, van itt még valami? Ó, még részletes alkatrész lista is van róla. Itt is mutatja, hogy akkor hogyan is működik tovább. Na, mutatja, hogy milyen hozzávalók is vannak, de hát ezek annyi engem nem érdekel. Jó, hát akkor emberek, elkészültünk ezzel a legóval. Kicsikét időigényes volt egy ilyennek a megépítése, de legalább sikerült. Megépítettük. Igaz, hogy voltak olyan pillanatok, hát nem is voltak, hanem hogy tényleg voltak, amikor megzavartak engem, de dölöngél. Jó, hát akkor elkészítünk ezzel a legóval, és hát akkor ennyi volna már ez a videó. Hogyha szeretnétek még ilyenfajta videót, akkor írjátok meg kommentbe, és nyomjatok egy lájkot. És hát mondom, csinálni fogok még, hogyha szeretnétek, de csak is akkor, hogyha majd olyan igényem lesz rá, hogy azt meg akarom építeni, meg hogy lesz rá pénzem, mert el is csak mondta, hogy ránéztem, mondom, oké, megveszem, és akkor összerakom nektek, hogy legalább még a bennem élő gyerek utoljára így kiélvezhesse ezt az építkezést. Jó, hát akkor ennyi lett volna már ez a videó, és legközelebb is akkor majd, ha lesz alkalma, akkor csinálni fogok nektek ilyet. Úgyhogy köszönöm, minden keresőzek a figyelmet, és viszont a következő videóban is, ahogy mindig szoktam, van egy külön minden brón, és megaszítő testvérnek pedig külön brúf, és viszlát. Mindig minden szép és szuper.